Appelshofer Ágnes, Tolna polgármestere szívélyes köszöntőjével üdvözölte a Városháza dísztermében a 18 tagú német delegációt. Mindig nagy öröm számomra, amikor találkozunk a partnertelepülés képviselőivel. Én ebben 18 éve veszek részt, és azóta nagyon sokat változott a világ itt Magyarországon is, és Németországban is, de én azt gondolom, hogy mégis nagyon fontosak azok a barátságok, amelyek kötettek, és itt most személyes barátságokra is gondolok akár, és nyilván települések között is a hivatalos delegációs partnerségre. Sokat változott a világ, de én, ahogy a köszöntőmben is elmondtam, hogy én nagyon bízom abban, hogy sokkal több minden van, ami összeköt bennünket, mint ami szétválaszt. És azt hiszem, hogy az évről évre való találkozás az ennek ékes példája. A protokoll és baráti kapcsolatokon túlmenően is vannak terveik a vezetőknek. Nagyon bízom abban, hogy mint ahogy az elmúlt években nagyon sokáig egyébként a két település között volt egy ilyen diákcsere program, aztán ez egy kicsit elhalt, és valljuk be őszintén, a Covid se tehet ennek jót, de én nagyon bízom abban, hogy ez egy kicsit talán fellendül, hiszen a magyar gyerekek nyelvtanulása is nagyon fontos egyébként, hogy német nyelvterületen tudjanak németül tanulni, és nagyon fontos az is, hogy bár családdal most már nyitott a világ, tehát mióta az Unióban vagyunk, azóta bárki bárhova utazhat, ha van rá anyagi lehetősége. De mégis fontos az, hogy esetleg a diákok ne csak a turisztikai látványosságokat lássák, hanem a valóságot ott, és a német diákok a valóságot itt. Petra Maria Becker 2018 óta Stutensee főpolgármestere, és nagy öröm számára, hogy újra itt lehet Tolnán, és azt is elmondta nekünk, hogy miért is tartja fontosnak a két város közötti kapcsolatot. Nekünk egy jó és baráti kapcsolatunk van. Ilyen esetben a lehetséges politikai különbségeknek nincs szerepük, ugyanis mi időt tölteni akarunk egymással. Eszmecserét folytatni, egymástól tanulni, így ennek nem szabad megosztó szerepet játszania. A 4 napra érkezett küldöttség tagjait nem hagyták unatkozni, hiszen igazán mozgalmas és színvonalas programokon vehettek részt. Ilyen volt a Tolna város német nemzetiségi önkormányzat által szervezett tavaszi térzene a Mözsi Művelődési Házban is.